Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek! Tegnap nagyon finomat főztünk, ugye föl is tettem a videókat, maradt még az isteni sült húsból, de spórolni akartam, úgyhogy én tegnap kaptam Csabikától nagyon finom királyrákokat, meg ez a finom vajas krasszan, úgyhogy én most ezzel fogom enni. Isteni finom lett az zöldborsó főzelék is. Hát nem tudom, hogy így, hogy mennyire látszik, nagyon világosnak látszik, de egyébként nagyon szép a színe. Hát én nem pirossal csinálom, ugye, mert valaki úgy rántással készíti. Én habarni szoktam nyilván, és nem tejjel, hanem tejszín és tej keverékével, és kerül bele egy kis cukor, fehér bors, só és nagyon sok petrezselyem, és akkor ezzel a teljes, tejszínes, lisztes habarással behabarom, amikor már megfőtt a zöld borsó, és még utána még egy kis friss petrezselyem is pluszba megy hozzá, hogy jobb íze legyen, és egy pici vajat, amíg rotyog a liszttel, pici vaj is kerül bele. Úgyhogy nagyon krémes, nagyon jó ízű, úgyhogy ezzel a finom pikáns kis királyrákkal, meg ezzel a vajas croissannal nagyon finom lesz, többieknek meg akkor megmarad a finom sült húsi. Hát ezt is szeretettel ajánlom, ezt a videót, fogadjátok szeretettel. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!